Tisztelettel köszöntöm Önöket. Sajnos véget ért a Hidrofehérvárral vét 19 szezonja az osztrák jégkorong ligában, hiszen a Bécs kiejtette Antti Kárhula együttesét, söpréssel ment tovább a Vienna Capitals. Tehát mindehhez azért gyorsan hozzá kell tenni, hogy egy egészen elképesztően pazar alapszakaszt produkált a csapat. A középszakasz már nem sikerült annyira a célosra. Ezt az egész mögöttünk hagyott, illetve a csapat mögött hagyott időszakot értékeljük adásunk vendégével, Szélig Viktorral, a Hidrofehérvárral V19 általános igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Mennyire fájt ez a 4-0? Hát a mérkőzés után nagyon, de ahogy telik az idő, úgy tisztul egy kicsit ki a kép, ugye ez a hét meg a következő hét elején is inkább így a tapasztalatok összegzésével telik, és úgy tisztul egy kicsit le a kép, és lesz az egész inkább egy pozitív élmény, mint negatív. Innen folytatjuk, és hát remélhetőleg arra is kitérünk, hogy milyen reményekkel vág neki a csapat a következő szezonnak, de az évadról természetesen Gál Péter Pál klubelnökkel is beszélgettünk, úgyhogy ezt nézzük meg most közösen Önökkel együtt. Elnök úr, talán mondhatjuk, hogy az egyik szemünk nevet, a másik egy picit sír. Önnek melyik az erősebb? Jó a megközelítés. Mondjuk úgy talán, hogy most vált. Nyilvánvalóan a hétvégén, az elmúlt napokban inkább a síró szemem érzése volt erősebb nyilván, mint valószínűleg minden szurkolónk és szimpatizánsunké. De ha elkezdi az ember az ülepedés után az összképet nézni, akkor azért inkább pozitív a szemléletem. Azt látom, hogy az az út, amit elkezdtünk a tavalyi sikertelenebb szezonunk után, amikor úgy döntöttünk, hogy stratégiailag egy új útra lépünk. Úgy érzem, hogy ez a lépés összességében sikeres volt. Szerintem letettük azokat az alapokat, amik ahhoz kellenek, amit akkor meghatároztunk, és ami mellett most is kitartok, hogy első lépésként nekünk egy olyan csapatot kell tudnunk építeni, összerakni és menedzselni, amelyik tartósan képes jó alapszakasz eredményre, azzal biztosítva azt, hogy a Fehérvár ne véletlenszerűen és a szerencsének köszönhetően látogasson el időnként a play-offba ebben a bajnokságban, hanem rendszeres résztvevőjé tudjon válni, és akkor jön majd az a következő lépés, amit én várok majd a következő évektől, hogy a play-offban is már egy meghatározóbb szereplője tudjunk lenni annak a magasabb szintű önálló sorozatnak kvázi. Eltelt már ugye egy pár nap, vajon mitől pukkant ki ez a lufi? Nyilvánvalóan ennek a kiértékelése, elemzése, meghatározása nyilvánvalóan a szakma dolga. Ezt Szélig Viktor, a szakmaért felelős általános igazgatónk már el is kezdte az edzői stábbal közösen. Nyilvánvalóan a klub honlapján és a különböző médiában megjelenő interjúkban nyilván ennek az elemzésnek hangot is fog adni. Engedjék meg, hogy én csak annyit mondjak el, hogy érzésem szerint most az első évben, ha nagyon őszinték akarunk lenni, talán ennyi is volt először ebben a csapatban. Talán nem volt meg az a mélység, de ezt ismétlem, a szakma fogja alaposabban kielemezni, ami ahhoz kell, hogy egy playoffban is meglegyen még az az energia, az a tartalék a tankokban, a fehérvári csapatban is, ami az ottani sikerekhez kell. És egy nagyon fontos tényezőről mindenképpen kell beszélni, és talán ezzel is kellett volna kezdeni a mostani interjút is, hogy mindenekelőtt el kell mondanunk minden fórumon és itt is, hogy óriási köszönettel tartozunk a támogatóinknak eleve, és a szurkolóinknak, hogy végig mellettünk álltak, kitartottak mellettünk, egyáltalán lehetővé tették, hogy mi ezt a szezont ilyen körülmények között is megcsináljuk, hogy gazdaságilag is versenyképesek tudjunk maradni, és finanszírozni tudjuk ezt az egészet. A szurkolókat pedig azért, hogy a távolban is mindig biztosították a támogatásukra ezt a csapatot, jelezték, hogy itt vannak velünk, jelezték, hogy támogatnak minket, jelezték a klub felé, hogy elfogadják ezt a helyzetet, pozitívan állnak hozzá, és várják majd a következő időszak fejleményeit, és remélem, hogy mellettünk lesznek majd a jövőben is. Amit mondani szeretnék a szurkolókkal kapcsolatban, és ami számomra szubjektíven egy nagyon erős érzés, hogy talán a mostanál is nagyobbat tudtunk volna előre lépni akkor, hogyha szurkolók előtt zajlik ez a bajnokság, hiszen a Fehérvár a,
a ligán belül is azok közé, a csapatok közé tartozik, akinek a szurkolói támogatottság sokkal többet ad hozzá a teljesítményéhez. Értem ezt az alatt, hogy azt a playoff tapasztalatbeli, rutinbeli, dörzsöltségbeli pluszt, ami mondjuk egy Bécset velünk szemben jellemez, és lássuk be esetlegesen a Bécs szakmai munkájáért felelős edzőknek a tapasztaltságában, ami esetleg előnyként jelentkezik a túloldalon, azt korábban mindig tudtuk egy-egy mérkőzés erejéig, a kiélezett pillanatokban a hazai szurkolók lelkesedésével, odaadásával, támogatásával kompenzálni. A csapat képes volt egy-egy kritikus ponton átlendülni akkor, amikor a közönség belehajszolta őt abba, hogy ne adja föl, hogy lépjen tovább akkor is, ha már úgy látszik, hogy szinte a lehetetlen csúrolja a feladat teljesítése. Ez most, én minden meccsen itt voltam nyilvánvalóan, nézve az üres lelátókat, ez a plusz egyértelmű, hogy szerintem hiányzott a csapat mögül. Nem tudtuk kompenzálni ezt a most még meglévő rutin és tapasztalatbeli különbséget, ami nem a mi javunkra döntött el például ezt a playoff párharcot. Attól függetlenül, hogy természetesen a 4-0 nekem is fájó, nyilván én is sokkal jobban örültem volna, ha itt is megmutatjuk már az oroszlán karmainkat, és képesek vagyunk egy vagy egynél több mérkőzést nyerni. Ez sajnos idén nem jött össze, de én látom azt, hogy itt most nem tabularázát kell tartani, hanem a meglévő alapokra nekünk az a feladatunk, hogy újabb legókat helyezzünk be a rendszerbe, és azzal majd képesek legyünk playoff meccseket is a magunk javára eldönteni. A klub működése mennyire biztosított ebben a rendkívüli helyzetben? Mekkora hiány? Megmondom őszintén, hogy csak elsősorban ismétlem magam, köszönhetően annak, hogy minden támogatónk, gyakorlatilag minden támogatónk mellettünk maradt. A város a kiemelt támogatását fenntartotta, amiért külön köszönet. Nagy köszönet a külügyminisztérium munkatársainak, amiért egyáltalán lehetővé tették, hogy mi az utazásainkat, a versenyképességünket fent tudjuk tartani. Ezek mellett, ahogy említettem is, gazdaságilag is sikerült talpon maradni a klubbal. Én nem mondanám azt, hogy hiány van, hála Istennek, és ezt nagyon pozitívan értékelem, és remélem, hogy mindenki, aki figyel minket, vagy aki törődik azzal, hogy ez a klub gazdaságilag is fennmaradjon, örömmel fogja venni, hogy a klub ebben a nehéz gazdasági környezetben is végig likvid maradt, végig képes volt a fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. Minden játékosunk, minden dolgozónk bérét, annak járulékait, adóvonzatait ki tudtuk fizetni, ki tudjuk fizetni a jelenlegi pillanatban is. Azon dolgozunk, hogy a szezon zárása megfelelő legyen, a TAO programunkat is úgy tűnik, hogy le fogjuk tudni zárni, és már most azon dolgozunk, hogy ebből az idei gazdasági zárásból már hogyan fogunk tudni építkezni gazdasági is a következő szezonra. Én remélem, hogy egy nagyobb krak már ennél nem üt be, és akkor azt mondhatom, hogy képesek leszünk gazdaságilag is megoldani ennek a szezonnak a feladatait. Mennyire cél ennek a csapatnak az egyben tartása? Mennyire van egyáltalán erre lehetőség? De azt is kérdezhetném ennek kapcsán, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a jégkorongozók mennyivel becsülik meg jobban az élő szerződésüket, mint békeidőben? Vegyes a kép, mert ugye a sikernek ára van, ahogy szokták mondani, és ez a sikernek ára van szlogen nem csak arra vonatkozik, hogy maga a siker sokba kerül egy klubnak, mire azt felépíti, hanem itt arra gondolok, hogy egy sikeres szezon a játékosok árát, ázsióját is mindig növeli. A játékosok igény szintje képes emelkedni, épp ezért egy csapat összetartásának az összetartásához azzal a kívással is meg kell küzdenünk, hogy minden sikeres csapat, minden sikeres játékosa kvázi a piacon többet is ér. Nekünk ezzel a tudattal kell majd a csapat egyben tartása érdekében nyilvánvalóan a tárgyalásokat lefolytatnunk. Az nem titok, és majd a következő napokban megjelenő interjúk során Széligi Viktor mondataiból ki fog derülni, hogy ezekből a lépésekből mennyi valósult meg már. Én klubvezetőként célul tűztem ki, és szeretném, ha meg is tudnánk valósítani, hogy a lehető legtöbb értéket ebből az idei csapatból tartsuk meg, amellett tisztel vagyok vele, hogy egy kis vérfrissítés az mindig és mindenkor szükségeltetik. Nyilván lesznek olyan történések az előttünk álló időszakban, amik nem lesznek kedvünkre valók. Lehet, hogy lesz olyan játékos, akivel nagyon szeretnénk hosszabbítani, de úgy dönt, hogy máshol akarja kipróbálni magát. Volt már ilyen a múltban is. Remélem, hogy ebből kevesebb lesz. Én remélem, hogy,
az a projekt, amit elkezdtünk, az vonzza a játékosok számára is. Én remélem, hogy ők is látják, hogy itt egy hosszú távú munka kezdődött el, és nekünk nem az a célunk, hogy egy-egy szerencsés szezont tudjunk letenni az asztalra, hanem az a célunk, hogy évről évre egy sikeres, ebben a nemzetközi ligában is meghatározó csapat tagjaiként tudjanak ők is jégkorongozni, és esetlegesen aztán természetesen, hogyha egy nagyon komoly nemzetközi szintű kihívást kapnak, akkor örömmel fogjuk mi is venni, ha tőlünk oda távoznak, és büszkék leszünk arra, ha valamelyikük egy sokkal magasabban jegyzett bajnokságban is esetlegesen leteszi a névjegyét, akkor itt lesznek majd a falunkon, és büszkék leszünk rá, és várjuk vissza őket akkor, amikor onnan visszatérve esetleg még úgy érzik, van bennük egy-két szezon, de ez már nagyon a jövő egyébként. A kérdésre visszatérve, igen, az a célunk, hogy a lehető legtöbb értékét ennek a csapatnak egybe tartsuk. Nagyon előttem van az a kép, amikor Antti Kárhula nyilatkozott az utolsó mérkőzést követően, és az arcára van írva a tanácstalanság, hogy nem érti ezt az egészet, és ezt meg is fogalmazta a válaszában, hogy fogyhatott el ennyire a csapat. Szerinted mi történt? Hát igazából, ugye ahogy mondtam, ez a hét, meg a következő hét, amikor mindenki megpróbálja összerakni így az apró jelekből, hogy hol ment ez a dolog egy kicsit félre. Az igazsághoz hozzátartozik azért, hogy az az alapszakasz menetelés sem tűnt annyira reálisnak, tehát túlságosan is jól sikerült, talán egy picit mindenkit egy olyan hiú ábrádba kergetett, hogy itt most már automatikusan fognak működni a dolgok. Sokáig voltunk, mondhatom úgy, nagyon magasan, és egy picit ellenkező ívet jártunk be, mint a top csapatok a ligában. Ez nagyon szembetűnő volt a playoffban elsősorban, de akár a középszakaszban is. Ugye ott sem tudtuk már azt a játékot játszani, amit korábban. Én az edző arcán inkább a szomorúságot láttam, és az elkeseredettséget, meg a fáradtságot, mert azért ez a szezon mentálisan mindenkit nagyon erősen megterhelt. Ugye azt már a rájátszás előtt megfogalmaztad, hogy azért a top csapatok ellen jóval kevesebb pontot gyűjtött az együttes az alapszakaszban, mint azon együttesek ellen, akik a tabella hátsó fertáján végeztek. De gondoltad volna ezzel együtt, hogy egyetlen meccset sem tudunk behúzni? Ez lehet, hogy most rosszul fog hangozni, de ha egyet vagy kettőt megnyertünk volna, akkor se jutunk tovább. Igazából itt a cél az volt, vagy az kell, hogy legyen majd a következő, hogy 4 meccset nyerjünk meg, és jussunk tovább egy kört. Tehát mondom, hogy ez egy lépéssel előrébb van már. Tudjuk, hogy mi a feladatunk, és a megbeszélések során is azért világossá vált, hogy mondjuk, ha most 4-2-vel kiesünk, de ugyanígy egy picit így, hát megbicsaklott volna ez a sztori a középszakasznál, mint ahogy most történt volna, akkor még talán lehetne az érzetünk, hogy hát legalább jól helytáltunk, lehet, hogy jobban néz neki, de én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából is pont azért, hogy tanuljunk abból, hogy mire kell felkészülnünk, és mikor kell élesebbnek lennünk, talán nem is baj ez a 4-0. És ez a realitás? Nem gondolom, hogy teljesen a realitás lenne, mint ahogy említettem, a szezon elejé óriás menetelés sem teljesen reális volt. Valahol a közép-közép úton volt ennek a csapatnak a valós ereje, de mondom, ebben a furcsa szezonban ez most így sikerült. Persze senki nem bánta azt, hogy mondjuk 9 mérkőzés sorban megnyertünk, vagy harmadik helyen végeztünk, vagy a legtöbb gólt lőttük, de mondom, egy picit talán csalóka volt az, hogy olyankor is sikerültek ezeket a pontokat elhozni, olyankor is sikerült azokat a gólokat belőni, amikor nem feltétlenül biztos, hogy ezt megérdemeltük, majd pedig talán ezt a végén kaptuk vissza kamatostul. Persze azért voltak ennek a szezonnak abból a szempontból mély pontjai, hogy amikor a koronavírus járvány második hulláma beköszöntött, akkor ugye leállt a bajnokság, és ugye az előző szezon végjátéka végig sem tudott menni, a rájátszás pedig akkor még az első hullám alatt közel sem voltak ennyire kritikus számok a járványhelyzetben. Benned felmerült szezon közben az, hogy esetleg ezt a bajnokságot le sem lehet játszani, és ugyanúgy arra sorsra jut, mint amire az előző szezon? Hát ezek a kétségek egészen a nyár elejétől kezdve tulajdonképpen folyamatosan a levegőben voltak, hogy egyáltalán hogyan fogunk tudni, mikor fogjuk tudni elkezdeni a bajnokságot,
hogyan fogunk tudni játszani, egyáltalán hogyan lehet az utazásokat megoldani, ugye ez egy nemzetközi bajnokság, itt több ország érintésével, határátlépésekkel, úgyhogy hát ez a szezonban folyamatosan téma volt. Talán a ligának egy kicsit az szerencsésen hatott, vagy szerencsésen történt, hogy ugye ebben a második hullámban így szinte egyszerre nagyobb mennyiségben kapták el a játékosok ezt a fertőzést szinte az összes csapatban, tehát egy nagyobb leállásra volt csak szükség, és utána tulajdonképpen az európai bajnokságok közül a kevesek egyike voltunk, akik a tervezett programot tudták tartani. Röviden válaszol a kérdésedre, de folyamatosan minden megbeszélésünkön téma volt, de én annak nagyon örülök, hogy a liga összességében, mint szervezet, illetve a csapatok is nagyon fegyelmezetten és jól tudták megoldani ezt a helyzetet. Ki vagy kik bizonyultak a legjobb igazolásnak ebben a szezonban megítélésed szerint? A jó dolog az, hogy erre nagyon nehéz válaszolni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok jó teljesítmény volt itt a csapatban ebben az évben, és annak is tudható be a csapatnak a jobb szereplés, hogy az egyének benne nagyon jól teljesítettek. Az elején mondtam mindig, hogy jó emberek vannak jó helyen, és jó dolgokat csinálnak, ezt továbbra is egyébként tartom. Nehéz lenne egy embert kiemelni. Talán azt mondhatnám, hogy kevesen voltak azok, akik nem hozták azt, amire számítottunk tőlük, de mondhatom azt, hogy ezek sem inkább azok voltak, akik újonnan érkeztek. Ugye nem volt nagy jövésmenés az előző szezonhoz képest, a startig 6 ember, 6 új ember jött, illetve a kapus érkezett újonnan időközben, ez egy szükséges lépés volt, és egy újabb légiós, aki meg egy magyar játékos támadása miatt érkezett, tehát a mag együtt maradt, ami hatalmas dolog volt. Most is valami ilyesmit szeretnék majd dolgozni. Ha már említetted a kapust, Jaroszláv Jánuszt, hát ő azért sokat hozzátette ez a szezonhoz. Voltak azért kisebb-nagyobb hibák, de alapvetően azért szépen helytállt a kapuban. Egyetértek. Neki is köszönhető egy jó pár győzelem, egy jó pár nagyon fontos pont. Sajnos egy picit a végére ő is, mintha a csapattal együtt elfáradt volna, idézőjelben, hogy elfáradt, tehát ő is saját magának nagyon magasra tette a lécet, tehát mindenki azt várta tőle, hogy most aztán minden mérkőzésen majd ilyen emberfeletti teljesítményt fog nyújtani, egy remek kapusról van szó, akinek igen az első része, amikor itt volt nálunk, akkor ez egy kicsit jobban sikerült, mint a második. Itt ugye szó esett már többször egyfajta építkezésről, egyfajta útról, amit szeretne bejárni a klub, de mielőtt rátérnénk arra a pontra, hogy ez a csapat mennyire tartható össze egyáltalán, mi az, amiben reménykedhet a menedzsment, vagy mi az, amiben bízhat. Beszéljünk úgy általában arról, hogy a sportágra, jégkorongra itt Közép-Európában, Nyugat-Európában milyen hatást gyakorolt a járvány, a pandémia, a játékos piacra. Ezt mennyire alakította át, mennyire szűkültek a lehetőségek? Milyen hatást gyakorolt a játékos piacra? Könnyebb vagy nehezebb dolgotok lesz nyáron? Hát egyelőre arról tudok nyilatkozni, az előző szezon, ugye most a szezon elején, hogy ott milyen hatást gyakorolt. Nagyon érdekes, de egyszerűbb volt játékosokhoz jutni, ugye olyan szempontból, tehát már a létszám szempontjából is, úgy gondolom, hogy a minőség szempontjából is, mert nagyon sok bajnokság volt, ami nem is indult el, vagy sokkal később indult el, vagy még bizonytalanabb volt a helyzetük, mint az Ice Hockey League-nek, tehát ez pedig elindult, itt végigment a szezon, voltak játékosok, akik akár sokkal kevesebb pénzért is hajlandók voltak eljönni és játszani, nálunk is volt ilyenre példa. Ugye a magyar játékos piac az meg egy speciális dolog, tehát ott igazából vagy vírus van, vagy vírus nincs, ott tulajdonképpen nem nagyon van hatással. De hát ez a magyar jégkorongos piacnak a specialitása. És ez miért van? Hát megvan róla az én személyes véleményem, túl kevés a minőségi magyar játékos, vagy túl sok a csapat, tehát a magyar csapat, tehát igazából nem egészséges ez a viszony még, vagy az arány, én úgy gondolom. És ezt egy picit pozitív irányban elrendezheti a,
a pandémia. Ugye elnök úr is kapott egy ilyen kérdést, hogy vajon a játékosok jobban megbecsülik-e az élő szerződésüket, a kenyéradójukat, a klubot, a klubjukat. Biztos vagyok benne, hogy ahogy említettem, tehát a külföldi játékosok nagyobb számban voltak a piacon. Én úgy gondolom, hogy ők igen, ők jobban megbecsülik, akár még hogyha kevesebb pénzhez is tudnak jutni jelen pillanatban, mert ennyi, ez az értéke most, hogy ennyit tudnak a csapatok fizetni, ennyit hajlandók a csapatok fizetni, akkor ők megbecsülik, de nem feltétlenül biztos, hogy mindenkivel így van, de ez most a magyarokra mondtam, de ugyanígy látszik azért, hogy az osztrák jégkorongos piac is hasonló a hazai játékosok tekintetében, tehát ahol kevesebb a minőségi játékos, de sok a kérő, akkor ott egyértelmű, hogy az ilyen negatív gazdasági hatások is kevésbé éreztetik, tehát kevésbé hagynak nyomot. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, biztos vagyok benne, hogy a fizetések mellett azért fontos lesz az is, hogy ki milyen csapat melyik bajnokságban fog tudni játszani. Ugye nagyon sok bizonytalanság van még itt a következő szezonnal kapcsolatban. Én értem itt a magyar csapatoknak a szereplését különböző bajnokságban. Ez sokkal inkább a hatással a magyar játékosok piacára, mint valójában az, hogy pandémiás helyzet van, vagy nem. Azt mennyire tartod elképzelhetőnek, hogy szétkapkodják a Volán játékosait? Mindent elképzelhetőnek tartok. Ugye az elnök úr is említette, hogyha egy csapat egy pozitív, sikeresebb szezont tudhat maga mögött, akkor automatikusan az azért van, mert az abban lévő játékosoknak is sok szezonjaik vannak. Ahogy kérdezted, hogy ki volt, vagy ki tudnék kiemelni a csapatból ebben a szezonban, akkor nem lenne könnyű dolgom. Ugyanígy biztos vagyok benne, hogy más csapatok is, vagy akár más ligában lévő csapatok is azért felkapták a fejüket, vagy észrevettek egy-két játékosunkat. És ott elkezdődik majd bizonyára egy verseny, hogy most meg egy mérlegelés, hogy mondjuk az adott játékosnak, hogy gondolja, hogy melyik lenne mondjuk az ő előrelépése szempontjából a következő szezonban a legjobb állomás. Az biztos, hogy mi fogunk lépéseket tenni annak érdekében, hogy az értékeinket megtartsuk, és majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres. Talán egy dologról a szezon közben is kevesebb szó esett, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy azért mégiscsak jött egy ember a második vonalból, Hannu Järvenpé mellől, nevezetesen Antti Kárhula, aki történelmi alapszakaszt csinálta a csapattal, gyakorlatilag maradandót alkotott. Az ő megtartása az mennyire lehet bajos? Szeretne ő maradni? Tárgyaltatok-e már vele? Nem szeretnénk, hogy én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, tehát szükségesek korrekciók, és legfőképpen, hogy tanuljunk az idei szezonból elkövetett hibáinkból, de nem gondolom, hogy itt szögesen más irány kellene. Tehát ezzel az edzői stábbal képzeljük el a következő szezont is. Edzői stábról beszélek, ugye ebben benne van Kis Dávid is, mint másodedző, aki szintén nagyon jó munkát végzett, illetve Artur Ipsanen is, aki a kapus edző és az edzői stáb tagja. Tehát mindannyian én úgy gondolom, hogy beletették a magukét. Terv is volt az, hogy egy fiatal edzői stábbal menjünk, akik fejlődni akarnak, akik jobbak akarnak lenni. Persze ebben benne van az is, hogy mondjuk a kevesebb tapasztalatból, ugye ennek az edzői stábnak még ezen a szinten playoff tapasztalata nem volt, mint ahogy jó pár játékosoknak sem, a fiatalabbak közül. Tehát akik képesek arra, hogy fejlődjenek, tanuljanak, és lehetőleg együtt, mint a klub, az edzői stáb, illetve a játékosok tudjunk majd a következő szintre lépni, remélhetőleg. Akkor arra kérlek, hogy vonj némi mérleget, kik azok, akiknek hosszabb távú vagy hosszú távú szerződéseik vannak, mert hát nyilván a szurkolók neveket szeretnének hallani velem együtt természetesen. Ki az, aki biztos? Hát Hári János, ugye ő nem titok, ő egy hosszabb távú szerződés kötött, jövő szezonban is velünk lesz. Bartas István is, aki szintén a hosszabb távú szerződés aláírói között van. Ugye Mihály Ákosnak van szerződése a következő szezonra, Kornaker Dánielnek van, ugye a kapuban Szabó Bencének van, illetve, hogyha nem haragszol, akkor csak annyira hagy maradjak titokzatos, hogy azért születnek megállapodások itt játékosokkal, az alapszakasz vége fele, ugye a középszakasz és a
rájátszás ilyen szempontból azért olyan terep, ahol mindenki foglalkozzon az adott feladatával. Ezt egy pár napon belül a saját csatornáinkon mindenképpen fogjuk kommunikálni, tehát lesznek játékosok, akik vissza fognak térni ide, és kék-fehérbe fognak korcsolyázni. Azt azért állautom, hogy ez a csapatnak kb. A fele, aki már biztosan úgy néz ki, hogy itt játszik. Én nagyon remélem, hogy lesz ez a szám majd több is. Mi volt számodra a szezon pillanata? Eltettem egy korongot, amikor 7-0-ra megvertük az Augsburgot. Itt nem nagyon szoktam ilyen dolgot csinálni, és még egyszer nem feltétlenül biztos volt rá is az eredmény, mint ahogy láttuk is, hogy azért ez az Augsburg már nem ugyanaz az Augsburg volt februárban, mint amikor egy nagyon nagy arányú győzelmet tudtunk aratni ellenük, de az egy olyan élmény volt, olyan jó volt látni a srácokat felszabadultan és jól játszani, hogy nekem egyértelműen az egyik pillanata. A másik meg az, amikor a Bolzánot 1-0-ra megvertük, úgyhogy nem is tudom, hogy hány lövést védett a kapusunk, és hogy milyen jól védekeztünk, és egyszerűen nem találta az utat a kapunk fele a bolzánói csapat, mi meg egy góla meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Tehát ez a két extrém eredménye, egy 1-0-ás győzelem, meg egy 7-0-ás győzelem. És hát milyen szomorú, egyrészt ez nagy boldogságot okoz az embernek, aki hallgatja, de másrészt meg milyen nagy szomorúságot, mert hogy a szegény szurkolók meg, hát érthető, és nyilvánvaló okokból nem lehettek ott a tribünön. Ugye elnök úr ebben az interjúban úgy fogalmazott, hogy ez a plusz azért nagyon hiányzott a Bécs elleni párharc alkalmával is. Te hogy látod ezt? Az elejétől kezdve hiszem, megvallom, hogy a játékosoknak legalább annyira hirányoztak a szurkolók, mint a szurkolóknak a csapatot, hogy nézzék, vagy a játékosok. De nagyon éreztük egyébként, hogy velünk vannak. Tehát ugye amikor elkísérték a srácokat, vagy útnak indították ugye azzal a sorfarral, amikor üzeneteket kézbesítettek nekik, ajándékokat kaptak. Ugye ez a playoffos autós videó is szerintem egy nagyon remek dolog volt, amiben nem kevés munkát fektettek bele. Tehát mondom, le a kalap előttük, úgy is, hogy fizikailag a mérkőzésen nem lehettek ott, de azért gondoskodtak róla, hogy a srácok érezzék azt, hogy a szurkolók ott vannak. Szomorú volt egyébként mérkőzést játszani a Raktár utcában szurkolók nélkül, hiszen egészen más a... Tehát egy edzőmeccs hangulata volt tulajdonképpen. A játékosok is említették, hogy akkor nagyon hiányzott a szurkoló sereg, amikor nem amikor szoros volt a mérkőzés, hanem egy picit, amikor talán elment a hajó, vagy amikor nagyon mondjuk vezetett a csapat, mert akkor kellett volna az a kis plusz energia, ami miatt a játékosok még föl tudták volna magukat tüzelni, vagy segített volna nekik, hogy a végéig kitartson a lendület. Én nagyon remélem, hogy ez erre a szezonra, amely egy pár év múlva úgy fogunk emlékezni, hogy volt egy olyan szezon, amikor sajnos nem voltak nézők, de többet nem fog ilyen előfordulni. És van még bármi miatt hiányérzeted a szezonnal kapcsolatosan? Igazából persze most mondhatnám egyértelműen, hogy az a playoff szereplés, illetve a középszakasz szereplésnél ott azért bőven lehet az embernek hiányérzete. Azért mondom, hogy ahogy telik az idő, ahogy egyre több ilyen beszélgetésen, megbeszélésen az érintettekkel túl vagyunk, úgy tisztul le egy kicsit a kép, és nyugszik meg egy kicsit az ember, és érzi azt, hogy lehet, hogy nekünk most a továbblépés érdekében, vagy a fejlődés érdekében itt volt a végállomás, hogy így kellett, hogy ennek a dolognak vége legyen. Hiányérzetem majd talán akkor lesz, hogyha ezeket a tapasztalatokból nem tanulunk, vagy nem úgy fog mondjuk a következő szezonban ezeknek a tapasztalatoknak az átültetése zajlani, mint ahogy azt szeretném. Összességében úgy gondolom, hogy előreléptünk és jó úton vagyunk. Nagyon remélem, hogy tudjuk ezt majd folytatni. Kiváló végszó, mi ez további sikereket kívánunk, és köszönjük a szezont. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, hajrá Fehérvár. Köszönjük szépen, kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!